minden éjem új halál. Csak a hideg kája zúgja, édes pára, mit csinál? Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét, a Múzeumok Éjszakáját idén június 25-én rendezik meg, immár 20. alkalommal. Mintegy 400 intézmény közel 2000 programmal készül a kerek évfordulóra. Köztük a Gát utcában található József Attila emlékhely is várja a látogatókat. A Múzeumok Éjszakájának idei tematikája az újra gondolt hagyományok lesz. Hát hagyományosan a szokásos verses, irodalmi összeállításokkal várunk mindenkit. Az első, az életrajz és irodalom sorozatunkat folytatjuk Tompa Andreával és Mécs Annával. Ők beszélgetnek 18 órától. Ezzel kezdünk. Rögtön ezután egy csésze vers következik Farkas Gábor költővel, aki egy önálló esttel jelentkezik itt nálunk. Aztán első évre Fecske címmel Grecsó Krisztián és Rutka Róbert fogja itt a nagy érdeműt irodalommal ellátni. És hát a szokásos műsorunk a rendhagyó tárlatvezetés is lesz. Ez már mióta van ez a tárlatvezetés ilyenkor? Gyakorlatilag amióta benne vagyunk a Múzeumok Éjszakája programsorozatban. Eleinte Hába Gulyca vezette. Aztán behoztuk mellé Jordán Tamást, és akkor Ilona és Tamás vezetésével ment le. Hát azóta mi őrizzük ezt a hagyományt, és mindig jön velünk valaki, aki verseket sokkal inkább tud tolmácsolni, mint mi. És így idén Mácsai Pállal lesz tárlatvezetésünk. Ez mitől rendhagyó? Beszéljünk egy picit erről is. Attól is rendhagyó, hogy nem csak, nem először is nem a kiállítótérben leszünk. A kiállítótér az túl kicsi lenne ahhoz, hogy a nagyszámú érdeklődő egyszerre be tudjon zsúfolódni. Ha be is zsúfolódna, akkor mi nem tudnánk beszélni, vagy nem lenne érthető a tárlatvezetés, ezért kivetítőn fogják látni magát a tárlatvezetést. De idén egy sokkal, de sokkal nagyobb szabású eseményt csináltunk ebből, ugyanis az a bizonyos József Attilai életpálya, amit végigfutunk, az nem csak a József Attila emlékhelynek, a budapesti József Attila emlékhelynek a programja lesz, hanem összekötetésben leszünk két vidéki emlékhelyjel, Makóval és Balatonszárszóval, és előzetesen elkészítettünk Szabadszálláson és Öcsödön egy-egy kis filmet, ami abban az életszakaszban, amikor elérkezünk az öcsödi időkhöz, illetve a szabadszállási, ugye 19-es mama halála időszakhoz, akkor természetesen bejátsszuk ezeket a kis filmeket Jordán Ági Öcsödről és Andrea szabadszállásról mesél nekünk az ottani időkről, az ott töltött időről. Egyébként a programok azok itt lesznek, ugye, ha mi most ülünk? Tehát a tárlatvezetés igen, az nyilván... Igen, itt lesznek, a tárlatvezetés is itt lesz kivetítve. És hát nagy valószínűséggel ez most egy ilyen nagyon érdekes mix lesz, mert akkor, amikor Makóhoz érkezünk, akkor kapcsoljuk Makót, és Makóról fog szólni az az anyagrész, ami József Attilának abban az időszakából Szikszai Zsuzsa fog nekünk mesélni a Makó időszakról, és Matkovics Diana a balatonszárszói utolsó hónapokról. Úgyhogy egyenes közvetítés lesz. Minket is látnak Balatonszárszón, illetve Makón, és Makó is látja azt, ami nálunk itt történik. Ja, jó. És hát ezután a program után pedig a szokásos slam poetrivel kedveskedünk a fiatalabbaknak, akik, hát és a szokásos emberek jönnek hozzánk. Kemény Zsófi, Horváth Kristóf és Galló Bence. Egyébként idén is ugyanúgy van, ahogy eddig, hogy egy karszalaggal, vagy hogy van most ez látogatható? Igen. Egy karszalaggal látható az ország bármelyik intézménye, csak egyszer kell karszalagot venni, és ezzel a karszalaggal bárhova az éjszaka folyamán bemehetnek. És a karszalagok azok a múzeumokban megvásárolhatók? Igen.
Tehát igen, akár itt is, nálunk is az emlékhelyen. Nálunk is megvásárolható, és ezzel a szép művészetitől a fürdőmúzeumig bárhova el lehet menni. De ha nem itt, esetleg valaki úgy gondolja, hogy Egerbe is ellátogat, akkor az Egri múzeumokat is megnézheti ezzel a karszalaggal. Látogassanak el a múzeumok éjszakáján tehát június 25-én a József Attila emlékhelyre, a Gát utca 3-ba, ahol este 6 órától éjfélig várják a látogatókat.